Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a helyszínen és a tévé, vagy illetve monitorok előtt. Hadd mondjam, hogy nagyon nagy öröm, hogy ebben az évben legalább ilyen csekély létszámmal, de mégiscsak meg tudtuk tartani ezt az előadást. Tavaly teljesen elmaradt az a pandémia miatt. Igazából nagyon hiányzik a teltház, mert egészen más akkor egy előadást előadni, de én úgy gondolom, hogy ez így is élvezetes lesz. Ha megengedik, akkor elindítanám. Itt zenének kéne lenni, de hát ha... Az Elektronok Észbontó Adventi Színháza az Alkímia Ma és az Észbontó koprodukciójával szeretné bemutatni Feredélyre emlékezve és Feredély tiszteletére a Christmas Lecture című előadását, ami természetesen valamilyen módon kell, hogy kapcsolódjon az előtte lévő előadáshoz. Ez nem érdekes, mert már megbeszéltük, bemutattak, és azt lehetne mondani, hogy kerül ide ez az előadás, most már 16-szor. Hát gyakorlatilag úgy, hogy 1825-ben Feredély alapította a gyerekek számára a karácsonyi előadást, és élete során 19 előadást tartott ebben. Ebben volt néhányszor a legkedvesebb előadás, és talán a legsikeresebb a gyertyáról szóló, az égéssel kapcsolatos előadás, ami jelenleg is meg fog jelenni. Kérem, most próbálják meg elképzelni, hogy Londonban a Royal Institutionben ülnek, és azt lehet mondani, hogy én mindig minden 16 éve megpróbálom mindig figyelemmel kísérni, hogy mi történik a Royal Institutionben, ők mit adnak karácsonyi előadásként. Hát meg kell mondanom, az idén nem kimondottan gyerekeknek szóló, vagy nem a fiatalságnak szóló előadás van, hiszen Jonathan Van Tam és kollégái a vírushelyzetről, a vírussal kapcsolatos információkról és tudományos dolgokról tartanak előadást, és a címe az tulajdonképpen, hogy hogyan változtatta meg a Covid, a science, a tudományt, de nyugodtan mondhatjuk, hogy hogyan változtatja meg életünket. Megpróbáltam egy összehasonlítást tenni, mindenki látja a képekről, szerintem jól látható a Royal Institution és az ELTE, azon belül a tudomány színháza a Royal Institutionben, és a tudomány kis színháza itt a helyszínen, és a két nagy személyiség, Feredély, és akiről elnevezték a termet Ötvös Loránd, és azt lehet mondani, hogy persze kicsit szerényebb, de az jutott eszembe, hogy a miénk, aki ismeri a filmet a tanúból, és a lényeg az, hogy a cél közös, teljesen mindegy, hogy London, Royal Institution és Feredély Christmas, vagy a Atomchill, vagy az Alkímia Ma, vagy ha szabad, nem szerényként, de az Észbontó-Észbontogató sorozat, az ismeretek valamilyen szintű átadása, és én azt mondanám, hogy több, mint keftcsinálás. Én úgy gondolom, hogy ez valamiféle ismeretek, ha szabad így mondani, átörökítése történik. És külön köszönetet kell mondani, hiszen Londonban a karácsonyi aladást, hát az idén nem, de általában karácsonykor a BBC vetíti 3 napon keresztül, 3 előadásban, és én most nagyon köszönöm, hogy a Galileo Webcast segítségével az idén itt mi is vetíthetjük karácsonykor a mi karácsonyi előadásunkat. Tehát annyi közös van a kettő között. Az előző előadáshoz kapcsolódva azt lehetne mondani, hogy ha szabad így mondanám, én azt mondom, hogy az iható víz az életvize. Annak ellenére, hogy valamikor évszázadokon keresztül keresték az életvizét, tudomásul kéne már végre venni mindenkinek, hogy a víz, az ivóvíz az életvize, nem kell tovább keresni. Tessék végig gondolni, miért van ilyen sok belőle, azt mondjuk, hogy vizes bolygó. Miért van ilyen sok belőle? Hát nagyon egyszerű, mert annak idején, amikor a csillagok, ősrobbanása során, a szupernova robbanás után kialakultak az elemek, és ahogy hűlt a hőmérséklet, jöttek létre a dolgok. A leggyakoribb elemek közé tartozik a hidrogén és az oxigén, és teljesen világos, hogy ez a kedvező körülmények között, amikor már elég alacsony volt a hőmérséklet, azonnal vizet gyártott. Hogy ilyen hanggal-e az univerzumban, vagy nem, vagy az ősföld környezetében, vagy ez csak egyszerűen egyesültek molekuláká, ezt soha nem fogjuk megtudni, de gyakorlatilag mégiscsak víz képződött. És azt lehet mondani, hogy a víz tulajdonságait igazából, ha
az idősebbek számára azt mondom, hogy egy kicsit a kvantummechanika kell hozzá, a fiatalok számára azt mondanám, hogy a modern fizikának az a része kell, hogy ismerni kell az elemi részek tulajdonságait, mert a hidrogén kötésben megjelennek az elektronok, pontosan elektronpárok és a proton, és mind a kettő, mint elemi részecske fontos. Erre igazából Oláh György metonim ionra vezet rá, hiszen tessék meggondolni, az az izgalmassága, hogy egy proton még egy nem kötő elektronpárba is be tud férkőzni a metonim ionba, és ezáltal létrehozott egy kationt. Ez azt akarja sugallni, hogy teljesen mindegy, nem a kötésszög a fontos, hanem az, hogy legyen egy erőcentrum, ami köré az elektronpár, úgy mondhatnám idézőjelben, hogy delokalizálódni tud. Hát tulajdonképpen félig meddig ez történik a vízmolekulák esetében is, amikor a hidrogénkötés kialakul, a proton hovatartozása fontos. Normális körülmények között az egyik vízhez tartozik, és gyakorlatilag poláris-poláris kölcsönhatás alakul ki. Aztán az is igaz, hogy ez a proton át tud oszcillálni a másik jellegre, és amikor a másik molekulán marad, és oxonium ionnak, meg hidroxidion keletkezik, ionos jelleg jelenik meg, de az is egészen biztos, hogy miközben ez vándorol, az elektronok ezeket tudják követni, és gyakorlatilag ennek a kétcentrumos, háromcentrumos kötésnek a rokona jön ki, csak négy elektronnal, és ennek az az izgalmassága, hogy a kötő nem kötők vannak csak bekötöltve, a lazító pályán nincs, tehát könnyű gerjeszteni, ugyan könnyű fölbontani, de mégis létezik. Ez a legfontosabb tulajdonság, hogy ez ilyen csodálatos kötés, a hidrogén kötés, és ennek a csodának a megfogalmazódása jelenik meg a víz szerkezetében, a víz viselkedésében. Röviden csak annyit, hogy a víz lehet közeg és élettér, mindenki tudja. Kevesen gondolkodnak, hogy valamikor ez volt az életterünk, és azt lehet mondani, hogy reakciópartner, hiszen tessék meggondolni, a vízből keletkezik az oxigén a fotoszintézis során. Aztán az ipari forradalomnál vízhajtás volt, ma pedig előbb-utóbb az jön, hogy hidrogénnel hajtott autókat akarnak, és nem lítium akkumulátorokat, és akkor azt jelenti, hogy a hidrogént azt a vízből kell előállítani, tehát gyakorlatilag mégiscsak vízhajtás rokona lesz az egész. És nem szeretném, hogy elfeledkezünk a legfontosabbról. A víz ott van mindenütt, például ha szabad a sörben is. Vizes bolygó, mert sok van belőle? Kérdés. Hát majd meglátjuk, de tessék végig gondolni, hogy a óceánokban gyakorlatilag szemétszigetek léteznek ma már. Tehát az, hogy most sok van belőle, vagy nem, azon lehet vitatkozni, de az, hogy ilyen mértékű szennyezés követett el az emberiség, az óriási kár. Ez a szennyezés tulajdonképpen a kezdetektől van, tessék végig gondolni. Nagyon aranyos, mindenkinek ismerős lesz, egy kőhajításnyira folyt tőle a patak, bámuló szemei oda tapadtanak. De nem ám a patak csillámló habjára, hanem a patakban egy szőke kislányra. A kislány szoknyája térdig föl van hajtva, nem tudom, Jankovics Marcell kicsit eltévesztette a szöveget, mivel hogy ruhákat mos a fis patakban. Most az a kérdés, hogy ebben az időben szennyezték-e a vizet, vagy nem? Hát tessék meggondolni, a fahamú, mármint hogy káliumkarbonát, a szíksó, a szóda, a nátriumkarbonát, vagy a szappan, gyakorlatilag olyan anyagok juttak be, ami az öntisztulás lehetőségét hozták, hiszen tessék meggondolni, a baktériumok és a különböző mikroorganizmusok élhetnek, és erre a egyik legszemmel érzékelhető példája, hogy ilyen mikroorganizmusok igenis léteznek és élnek a vízben, a tengerek partján bizonyos helyeken ezek a bioluminescenciával sugárzó mikroorganizmusok. Szóval a lényeg az, hogy bátran szennyeztünk, mert bíztunk az öntisztulásban, megtanultuk, hogy majd úgy is öntisztul. A lehetőségek természetesen megvannak a tisztításra, vagy a természetes folyamatokat használjuk ki, vagy a mikrobiológiai folyamatokat, vagy pedig szűréssel, úgynevezett fordított ozmózissal, majd mindegyik lesz. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam itt lenni végig az előadáson, ezért csak úgy próbálom eltalálni, hogy melyek azok a pontok, ahol tudok kapcsolódni. A lényeg viszont mégiscsak az, hogy a víznek van egy fantasztikus körforgása. Ezt a körforgást megpróbálom érzékeltetni itt az asztalon. Kell hozzá nekem egy kevéske száraz jég. És gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy
Amit most tetszenek látni, az nem egy lombik. Az üveg az a kőzetlemez, a tengerek vagy az óceánok kőzetlemeze. Az a folyadék, ami fölötte van, azt nevezzük tengereknek vagy óceánoknak. Fölötte van a légkör, és jelenleg meleg van. De jön egy hideg áramlat. A hideg áramlatot most jelen esetben a száraz jég fogja jelenteni, és a kémcsőn belül mínusz 70 fok környékén van a hőmérséklet. Ebben a pillanatban a korábbi termikus egyensúly fölbomlik, és valami izgalmas dolog kezd történni a rendszerben. Hiszen itt nagyon hideg kezd lenni. Ha nagyon hideg van, akkor gyakorlatilag a korábbi folyadék gőz, egyensúlyban lévő gőz, az elkezd szép lassan kondenzálódni a kémcső falán. Sőt, itt nem is kondenzáció lesz előbb-utóbb, mert majd lehet látni, hogy ez egy olyan anyag, ami gyakorlatilag elkezd kikristályosodni a kémcső falára. A lényeg viszont az, hogy nem tudom megmondani, hogy mennyire próbálok ide egy ilyen sötét hátteret tenni, ott középen esik az eső. Tehát az eső esését már lehet érzékelni, talán, nem tudom, hogy a kamera látja jól vagy nem. És ugyanakkor a kémcső falán szép lassan kristályok kezdenek növekedni, az óvodások erre azt mondták, hogy kiszőrösödik a kémcső. Tehát szép lassan kristályok érkeznek. A lényeg viszont tényleg az, hogy tessék megonni, párolgás. Most már eső esik, tehát már megvan a körforgás is tulajdonképpen. És ahhoz, hogy eljussunk napjainkhoz, amikor nem pusztán eső meg felhőszakadás, hanem jégeső, az meg kell várni, hogy a kristályok olyan mértékűre növekedjenek, hogy amikor megkocogtatjuk, akkor a kristályok fognak visszahúlni, és jégeső esik. Sőt, magától is esik. Hát ettől vastagabb kristály réteg fog tudni képződni, most egyelőre meg vagyunk. Tehát ez a fantasztikus körforgás, amit a nap energiája próbál fönntartani, az azért fontos, mert tulajdonképpen amikor esik, akkor mindig tiszta víz esik. Tehát gyakorlatilag a természetet megoldja a desztillációt. Jó, nem üstben, nem pálinka főzés, meg hasonló dolgok, hanem egyszerűen a nagy vízfelület párolgásával, hideg csapdával körforgás létrejön, és tiszta víz esik. Csak hogy egyetlen egy baj van. Ma már hiába esik tiszta víz, szennyezett a légkör és szennyezett a talaj. Tehát mind a kettő valamilyen módon, mégiscsak valamilyen szinten, nem biztos, hogy mindenütt, de bizonyos helyeken, lokálisan egészen biztos, hogy elszennyezik azt a vizet, ami többé-kevésbé desztillált vízként jön, legfeljebb a széndioxid oldódik bele és enyhe savassággal érkezik. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy erre az egyik legnagyobb bizonyíték az, hogy a Florida partjainál ezek a tengeri tehenek jelenleg pusztulóban vannak, mert annyira szennyezett a víz, hogy a táplálékuk az fogyatkozik, és gyakorlatilag a Florida mentén élő emberek elhatározták, hogy táplálni fogják őket mesterségesen. Na de hát ez már nem fenntartás, kérem. Itt nem arról van szó, hogy önfenntartó a biológiai rendszer, mint korábban volt, hanem segíteni kell, hogy életbe maradjon. Gyakorlatilag ezért igaz az, amit Attenborough mondott 2 évvel ezelőtt, azt mondta, hogy az édenkertnek vége. Hogy lehet akkor mégis tiszta vizet szerezni? Nem tudom, mennyire hallottak róla, úgy tudom, hogy az előadásban ez nem hangzott elő. Afrikában vannak olyan helyek, ahol vagy köd van, vagy a reggeli párát dróthálón meg tudják fogni, mert lecsapódik, ugyanúgy, mint ahogy a pókhálóra kicsapódik a harmat, és gyakorlatilag ezt lehet, vagy köd esetében ugyanúgy ködöt lehet szüretelni. Ezzel több falu víz adagját lehet naponta megszerezni, és gyakorlatilag így megmenekülnek a szomjhalától. A másik eljárás az egyszerű, csak az a baj, hogy mindegyik eljárás energiaigényes. Gyakorlatilag ez az úgynevezett fordított ózmózis. A fordított ózmózisnak az az izgalmassága, közben itt elég nagyok a kristályok, azért megpróbálom még egyszer, a jégesőt, és akkor így látszik, hogy valódi körforgás van. Szóval azt szeretném megmutatni, hogy ha valaki nagyon ügyes, akkor gyakorlatilag 10%-os főzéshez használatos ecetsavval szép, lassan, óvatosan leoldja a tojás nem meszes héját, hanem tulajdonképpen fehéréből és mészkristályokból álló héját, egy biokompozitot,
És ami, ha ez sikerül úgy leoldani, hogy a membrán tiszta marad, és nem válik ki fehérje, akkor egy olyan membrános tojást kapunk, ami egy félig áteresztő hártyát jelent. És nem tudom, hogy láttak-e már pattogó tojást, vagy nem. Ez gyakorlatilag a pattogó tojás, hiszen miről van szó? Arról van szó, hogy bent fehérje oldat van, nagy a koncentráció. Kint desztillált víz van. Van-e esély a koncentráció kiegyenlítődésére? Nincs. Hát állandóan a desztillált víz kifele nem jön, a félig áteresztő hártya membrán nem engedi ki a fehérjéket. Tehát csak a víz tud bemenni. Na most, ha lenne idő, akkor találós kérdés lenne, hogy ki mit tippel? Meddig marad meg a tojás? Hiszen a víz megy be folyamatosan. Nem tudom, hogy a méretét tetszenek-e látni, vagy nem. De hát ez nem egy tyúk tojás nagyság. Ez nagyobbá vál, mint egy tyúk tojás. És pattogni is tud az asztalon. Bocsánat. Jó, erre mindig fölkészülök. Azért legalább egyszer sikerül bemutatni, hogy pattog, és aztán mehet tovább a játék. Azért az asztalra szükség lesz, bocsánat, ezt gyorsan eltakarítjuk. Igazából nem jártunk volna rosszul, mert ez a membrán hasznosítható lett volna igazi ozmotikus játékra. De ott tartottunk a kérdésnél, hogy vajon szédurran-e a tojás. A tapasztalatok azok, hogy ha túl sok eső esik, akkor a gyümölcsök meg a paradicsom kireped. Ebből a tapasztalatból mindenki azt vonhatná le, hogy ez a tojás előbb-utóbb szét fog repedni. Hiszen ahogy nő a részecskék száma, gyakorlatilag több anyag van bent, több anyagnak nagyobb a térfogatot, nagyobb felület kell, feszíti, egyszer csak szét kéne, hogy roppanjon. Csakhogy. Ez a membrán rugalmas. És ha rugalmas a membrán, a rugalmasság azt jelenti, hogy ő igyekszik összehúzódni, és ha ő igyekszik összehúzódni, akkor nem csak befele megy a víz, hanem egyszer csak eljut abba az állapotba, amikor elkezdi kifelé préselni a vizet, ahogy húzódik össze, próbálja kinyomni a vizet, és kialakul az a fantasztikus jelenség, amit nehéz megérteni néha, de mégiscsak létezik, a dinamikus egyensúly, amikor ugyanannyi víz megy be, mint amennyi kijön, és a tojás heteken keresztül megmarad, egyetlen dologra kell vigyázni, hogy ne penészenjegy meg. Tehát gyakorlatilag, ha vizet cserélünk rajta, akkor 2-3 héten keresztül lehet játszadozni vele. Tehát, akkor ez azt jelenti, hogy nagy nyomással egy félig áteresztő hártyán ki lehet préselni a vizet, és akkor így tulajdonképpen egy csomó dolog, nem az van rajta, egy csomó dolog megmaradt, tessék meggondolni, itt van ezen az oldalon, a nagy nyomás hatására a membránon átmegy, és ott már onnantól kezdve tiszta víz van. Az egyik legszebb eljárás, természetesen itt a membrán minősége és a membrán gyártása a drága dolog, és ennek megfelelően azért még nem biztos, hogy óriási mennyiséget lehet vele tisztítani, de létező eljárás. Menjünk tovább. Itt azt szeretném mutatni, a kép, amit elmondtam, hogy ahogy a koncentráció hígul, több anyag, nagyobb térfogat, nagyobb felület, és ez az ozmózist hozza létre. A rugalmasság viszont elindítja visszafelé. Most ez az egész jelenség majd előbb-utóbb átvezetés lesz a Faraday féle játékhoz, de még előtte egy picit a vízről. Tessék szóval ezt meg végig gondolni, ez a dihidrogén monoxid, ez egy rendkívül veszélyes anyag. Nem csak azért, mert meg lehet fulladni, hanem a legfontosabb az, hogy nagyon erős üvegház hatású anyag a levegő páratartalma. És ez azért fontos a későbbiekben, mert igaz, hogy a széndioxid növekedése indította el azt, hogy az átlag hőmérséklet egy picit melegebb, csak ennek következménye van, mert onnantól kezdve, ha a széndioxid koncentráció nagyobb, akkor az üvegházhatás is nagyobb, viszont hogyha az kicsit nagyobb, akkor melegszik, és gyorsabbá válik a párolgás. És az okozat, a víz növeli, fokozza az üvegházhatást, és innentől kezdve ez egy ciklussá szerveződik, és egy öngerjesztő, egy önmelegítő hatás lesz. Óriási szerencse tulajdonképpen, hogy a víz mennyisége változó a légkörben, ezért ez nem állandó jellegű, ezért van mondjuk tél is,
De az, hogy ezt gyakorlatilag az utolsó klímacsúcson nem nagyon foglalkoztak vele, csak a szén-dioxiddal foglalkoztak, az megbotránkoztató. Hiszen tessék meggondolni, gyakorlatilag kérném vissza, itt van egy telítési görbének megfelelő, igaz, de gyakorlatilag lehet látni, hogy exponenciálisan nő a vízkoncentráció a hőmérséklet változásával, egy pici változás is drasztikus változásokhoz vezethet. Hát a kép próbálja érzékeltetni, hogy a szobor is felhőben van. És azt jelenti, hogy van, ahol valóban sok van belőle, annyira sok, hogy már gyakorlatilag nem kívánnánk, és ugyanakkor van olyan hely, ahol pedig óriási szárazság van. Tehát azt jelenti, hogy a fokozott üvegházhatás előbb-utóbb mindenütt klímaváltozáshoz vezet. És hogy mennyire fontos a víz, tessék szíves lenni, néhány pici kép, nem akarom vele húzni az időt, de annyira szépek, hogy nem volt kedvem kitörölni. Ugyanakkor egy megdöbbentő kép is, hogy van, ahol mennyire fontos a víz, hogy mindegy már, hogy milyen víz, csak víz legyen. Ezért egy kicsit az lesz a kérdés, hogy nem csak ott sok van belőle, hogyha nincs elég, akkor lehet gondolkodni, hogy lenni vagy nem lenni. A szén-dioxid és a... egy kísérlet viszont kimaradt. Tulajdonképpen nem maradt ki, mert szóban elmondtam, de a legegyszerűbb megoldás a szüretelés helyett gyakorlatilag az, hogy valóban hideg felületre lecsapatni a vizet, és talán jól látszik a kamerán keresztül, hogy a tölcsér hideg fala párás, nem lehet jól belátni. Ha ezt leemelem, akkor mindenki láthatja, hogy egy színes víz van, kobaltkloriddal színezett víz, ami azt jelenti, hogy ahogy párolog, a hideg felületen szép lassan lecsapódik, szépen befolyik, és alul már gyakorlatilag egy desztillált vizet meg lehet inni, és mutatja azt is, hogy nem rózsaszín a tölcsérfala, tehát gyakorlatilag az ásványi sók azok benne maradnak vízben. Bocsánat, visszamennék oda, hogy az előbb szén-dioxidról volt szó, meg vízről, akkor szén-dioxidról és vízről mi jut az eszünkbe? Hát nekem sajnálom, a fotoszintézis jutott eszembe, és gyakorlatilag a tankönyvek azt mondják, nem, hogy szén-dioxidból, vízből lesz szőlőcukor és oxigén. A Hess tétel alapján, termodinamikailag ez persze teljesen helyes, de a valóságban ez óriási baklövés. Hiszen aki egy kicsit is tanul biológiát, az tudja, hogy a szén-dioxid és a víz közvetlenül nem alkot cukrot és oxigént. Mindenki tudhatja, hogy a növényekben máshol történik a vízbontása oxigénre, és egészen más helyen a Calvin ciklusban történik a szén-dioxid beépítése és dedukciója, hogy szőlőcukor keletkezzen. Ezért az az egyszerű egyenlet, hogy szén-dioxid plusz víz lesz belőle szőlőcukor meg oxigén, ez igazából biológiai szempontból nem megfelelő. Termodinamikai szempontból persze hasznosítható. Most ha már itt voltunk, hogy szén-dioxid meg víz, akkor be is tudjuk mutatni, hogy a szén-dioxid meg a víz, az gyakorlatilag nincs rá szükség, gyakorlatilag tényleg mit alkot, megint csak száraz jeget, ez tökéletesen működik, megint csak száraz jeget szórok a lombikba. Kétségtelen, hogy mondhatnánk ezt, hogy felhőképződés, de a színváltozása fontos, ahogy tetszettek látni, a lugos kémhatásból pillanatokon belül átmentünk savas kémhatásba, tehát gyakorlatilag a víz közvetlenül szénsavat ad szén-dioxiddal reagálva. Ahhoz, hogy ilyen felhőképződés történjen, ha rendkívül nagy a koncentráció, tehát túltelített a rendszer, akkor tulajdonképpen viszonylag könnyű felhőnek képződni. De ha nem, akkor szükséges, hogy úgynevezett gócpontok alakuljanak ki, úgy hívják ezt a szakirodalomban, hogy nukleáció, és ez a nukleáció, ezek parányi ásványi szemcsék lehetnek. Hát én itt megpróbálok előállítani ammónium-klorid füstöt, ami azt jelenti, hogy ez is gyakorlatilag az ammónium szulfát jelenti sok esetben azokat a nukleációs képződési folyamatokat, amik gócpontot
alkothatnak ahhoz, hogy kondenzálódni tudjon a víz és eső eshessen. Na, akkor azt hiszem, hogy ezzel tulajdonképpen a vizes témát többé-kevésbé befejeztük. Bocsánat, még mindig van egy kísérlet a széndioxid és vízre. Megtalálom, megvan. Ennek a kísérletnek, vagy ennek a reakciónak azért van egy fantasztikus érdekessége. Hát ezt nem tudom megmondani, hogy ez most mennyire fog sikerülni. Rendeltünk ugyan száraz jeget, de nagy szemcséset és nem ilyen kis szemcséset. Ezt hozták. Elvileg ezzel is kell, hogy működjön természetesen. Csak sokkal többet kell bepakolnom. Hát addig itt tessék a felhőképződésre gondolni, ami igazából itt nem felhőképződés, hanem porlasztja a vizet, de most már talán elegendő szilárd széndioxid van a lombikban, vagy a petfalaszban, és talán lehet majd látni, hogy ahogyan a nyomás növekszik, ez hamarabb megnövekedett, mint gondoltam. Nem tudom a reverzibilis játékot bemutatni, mert ez sajnos eldőlt. A közönség számára úgy gondolom érdekesebb volt ez a kísérlet, de egy pillanat. A kudarcot nem szeretem. Igen, ettől féltem, hogy a pici szemcsés az nem úgy közlekedik, mint a nagy szemcsés. És ebben igazam volt, de ha kevesebbet rakunk be, akkor talán. Egyenlőre nagy buborékokat lehet látni. És sok pici buborék. Visszazárom, és ha még van annyi szén, szilárd széndioxid, akkor még egyszer megismételhető. A sok pici buborék. Na most ez az átka annak, hogyha sok pici apró széndioxid van, mert, vagy száraz jégdarab van, mert ezzel nem olyan tartós a jelenség, de azért azt mindenki látta, hogy kétszer sikerült megcsinálni, tehát a folyamat egyensúly oda-vissza lehet tologatni, és ennek az oda-vissza tologatásnak óriási szerepe van, mert ez gyakorlatilag az egyensúly szabályozását jelenti. Konkrétabban azt jelenti, hogy az egyik kölcsönhatást életre hív egy másik kölcsönhatást. Itt egy picit majd eltörölgetek. Gyakorlatilag ugyanez a jelenség, csak egészen más kölcsönhatásokkal jelenik meg a Faraday által felfedezett indukció esetében. Egy picit türelmet kérek. A nagyját legalább eltörlöm, és remélem, hogy ettől a mágnes az még működik. Igen. Tehát az indukciónak az a lényege, tessék meggondolni, hogy még egyszer kezdjük, hogy változó mágneses tér az elektromos erőteret hoz létre, és áram folyik. Lenz törvénye értelmében gyakorlatilag az áram olyan irányú, hogy akadályozza a létrejött változást. A fölrobbant esetben, amikor még nem robban föl, itt pedig a Le Chatelier-Brown elv érvényesül, ami azt akarja mondani, hogy a rendszer igyekszik kitérni a kényszer alól. A két jelenség teljesen rokon jelenség, csak más kölcsönhatásokkal jelenik meg. Itt is gyakorlatilag az történik, hogy olyan változás indul be, ami ellentétes irányba próbálja terelni, hiszen ahogy széndioxid fejlődik és növekszik a nyomás, gyakorlatilag a szénsav képződésnek kedvez. Ha pedig kinyitjuk, akkor csökken a nyomás, és a rendszer megpróbálja a nyomást fönntartani, azaz a szénsav bomlik, és gázhalmaz állapotba távozik. Itt pedig tökéletesen látható, hogy az változó mágneses tér elektromos erőteret hoz létre,
az erős mágnes az mindig veszélyes. És gyakorlatilag azt mondanám, hogy egy picit itt tudunk áttérni a karácsonyi eladásra, Faradayra, hiszen az egyik legnagyobb felfedezés Faraday által az indukció felfedezése, ezt már elmondtuk, hogy mi történik, és azt kéne mondanunk, hogy gyakorlatilag nagyon egyszerű volt. Későbbekben majd fog szerepelni, de már most elmondom, hogy Faraday fiatal, vagy szinte gyermekkorában sajnos könyvkötőnek kellett, hogy szegődjön. De ez óriási jelentőségű volt, mert a Királyi Akadémia, Tudományos Akadémia különböző kiadványait és könyveit kötötte, és gyakorlatilag első kézből olvasta a tudományos eredményeket. Ezért tudott arról, hogy Örsted megállapította, hogy az elektromos áramnak van mágneses tere. Gyakorlatilag, ha érintkezik a parányi drót az elem alatt lévő mágnessel, neodímium mágnes, az abban, hogy mindig leesik a tetejéről. Tehát, hogyha érintkezik vele, akkor rövidre zárja az áramkört, áram folyik, az áramnak mágneses tere van, és az áram mágneses tere és a neodímium mágneses tere egymással kölcsönhat. Ennek az a következménye, na még egy picit forogj, utoljára légy szíves. Jó? Tehát gyakorlatilag Örstedről tudja, és aztán jött a következő nagyon egyszerű játék. Elektrosztatikában megtanultuk, vagy megtanulták, hogy egy megdörzsölt dúd egy másik anyagban töltés-megosztást tud létrehozni. Jött a kérdés, hogy vajon egy mágnes tud-e valami izgalmas dolgot, pontosan egy mágneses tekercs tud-e valami izgalmas dolgot művelni egy másik tekercsel. A jelenség az körülbelül a következő volt, nagyon sajnálom, ez kémia intézet, ennyi tekercsünk nincs, örülök, hogy egy tekercsen van, ezért transformátort nem tudtam építeni a mai napra, de a lényeg a képből talán látszik. Az egyik gyakorlatilag ezen van feszültség, és az ennek a mágneses tere a másikban áramot fog indukálni. Hasonlóan, amit vártak. Na most ebben az az izgalmas, hogy a kísérletet Amper elvégezte, szerette volna tudni, hogy történik-e valami, és megállapította, hogy csak ki- és bekapcsoláskor történik valami, egyébként semmi effektus. Próbáljuk meg még egyszer. Ha állandó a mágneses tér, nem történik semmi. De ha kikapcsoljuk, meg bekapcsoljuk, akkor valami izgalmas történik. Egyébként nincs effektus. Faraday zsenialitása, hogy odafigyelt erre a pici jelenségre. Azt mondja, hogy kikapcsolástkor bekapcsolást, valami történik? Hát akkor nézzük már meg, hogy mi történik. És gyakorlatilag ott jött rá arra, hogy a változó mágneses tér szükséges, az állandó mágneses tér nem indukál feszültséget. Változó mágneses tér kell, így lett belőle váltakozó áram, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag azt kell mondani, hogy Faraday nagyon sok korabeli tudós, bocsánatra szabad így kifejezni, nem akarok senkit sérteni a múltból, de mégiscsak lekörözött, mégiscsak túl tudott rajta teljesíteni. Miért fontos az indukció? Úgy a fiatalok számára egy. Ugranék, hogy ne legyen vele gond. És a másik nagyon fontos terület a háztartásokban, tessék szerintem végig gondolni, ma már mindenütt van, mindenütt, vagy sokan használnak, inkább így fogalmaznék, megpróbáljuk gyorsan életre kelteni. A túl jól sikerült kísérlet nyomait egy picit eltörlöm. Na.
nem kéne, hogy a víz bármit okozzon a felszínén. Ilyen. Mehet. Maximumra teszem, és akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag nagyon nagy frekvenciával történő mágneses térváltozás játszódik le, aminek az a következménye, hogy ez a változó mágneses tér egy drótban, ha zárva van, akkor áramot indukál, és gyakorlatilag világít a lámpa, és hogyha meg tudjuk tenni, akkor talán az összes többit másik húrokkal is tudjuk játszatni. Tehát a hétköznapokban ott van Faraday találmánya, nincs mese. Hogy hogy működik? Gyakorlatilag úgy működik, hogy sok minden történik egyszerre. Egyrészt egészen biztos, itt van az a mágneses tekercs, bocsánat, mágneses tekercs, ami a mágneses teret hozza, és ebben a váltakozó áram az gyakorlatilag 20.000-30.000 Hz között van, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy két dolog történik. Egyrészt biztos, hogy köráramok keletkeznek, majd rögtön csinálunk ilyet, de a másik fontos az, hogy az minden elektron parányi kis mágnes, és gyakorlatilag a mágneses térnek megfelelően beállnak. Ezt a szaknyelv spinváltásnak mondja, de sokkal izgalmasabb érteni azt, hogy mágnesként viselkedik, és mágnesként forgolódik, és a kristályban semmi más nem történik, mint csak sokkal nagyobb frekvenciával. A spinek, vagy a mágneses momentumok oda-vissza változnak, másodpercenként 20.000-szer vagy 30.000-szer. És gyakorlatilag ez az, ami a legnagyobb mennyiségű hőt szolgáltatja. Az, hogy köráramok tudnak keletkezni, azt a következőképpen próbálom igazolni a hallgatóság számára. Tessék szívesen végig gondolni. Ejtőcső kísérlet következik. Talán ez is ad annyi hangot, hogy mindenki fogja hallani. Kb. Egy méteres tő lehet, és lejtek egy műanyag golyót. Nem nagyon lehet megmérni, csak akinek nagyon jó reflexe van, azt tudja megmérni. Tehát egy másodpercen belül. Most egy vas golyót próbálok lejteni. Mi? Valami nem jó. Sajnos nem vasgolyó, hanem egy neodímium mágnesgolyó, és ahogy ez közlekedik lefelé a résőbe, gyakorlatilag a Lenz törvény értelmében olyan örvényáramot, köráramot kell a résőben, ami nem mágnesezhető, ami ellene dolgozik a mágnesnek, ellentétes irányú mágnes, és ezért fékezni kezdi a golyó ejtését. Ugorhatunk, és akkor most már teljes mértékig Faraday karácsonyi előadásának a hátralévő része következik. Hát nehéz lenne elmondani, hogy mi mindent tudott csinálni. Bocsánat, a forró víz kellett, egy pillanatra megállunk, és azt ígértem, hogy felhőképződés. Még egyszer azt megpróbáljuk, a forró víz az tökéletesen jó ahhoz. A maradék cseppfolyós nitrogénből felhasználunk egy keveset. Azt nem tudom, hogy látszik így, vagy tegyem föl valamire. Egyenlőre csak cseppfolyós nitrogént öntök bele. Tegyem magasabbra? Hátrébb? Persze ez se igazi felhőképződés lesz, hanem megint csak arról van, hogy porlasztás, de gyakorlatilag mégiscsak a felhőt fogja megidézni. Mehet?
Feledé azt mondja magáról, hogy iskoláztatásom a lehető leghétköznapibb volt, alig áll többből, mint az olvasás, írás és a számtan alapjaiból. Ennek ellenére egyetemet nem végezve, több egyetem doktorivá ütötte. Azt már mondtam, hogy egyrészt kifutó fiú volt, és utána könyvkötő is másként dolgozik, és ma is megtalálható a könyvtárban olyan könyvek, amik Feledé által kötötte, és azt is elmondtam már, hogy a Királyi Tudományos Társaság könyveit tudta kötni. Gyakorlatilag önképző volt, és azt mondanám a fiatalság számára, hogy tudom, hogy ma nem nagyon szabad ilyet mondani, hogy példakép, de mégiscsak azt mondanám, hogy példát lehetne venni róla. Nem érdektelen volt, hanem érdekelték a dolgok, és ez azt jelentette, hogy nem csak sokat olvasott, hanem folyamatosan megismételte azokat a kísérleteket, amikről hallott, amiről olvasott, sőt, belépett a Városi Filozófiai Társaságba. Egy kedves ember megajándékozta egy jeggyel a Royal Institutionbe, hogy hallgathassa Davy előadását. Annyira el volt ámulva Davy előadásától, hogy azonnal jelentkezett, hogy ő szeretne a laboránsa lenni. Kezdetben, ez 1812-ben hallgatja meg, 1813-ban először nem nagyon akarja Davy alkalmazni, de aztán egy sérülés miatt kénytelen alkalmazni, és végre a Royal Institutionben Davy mellett laboránsként dolgozhat. Davy furcsa ember volt. Az a szerencse, hogy tulajdonképpen Faradaynek viszonylag fiatal korában távozott a porondról, a Royal Institution igazgatói pozíciájából, hiszen Davy nagyon érezte azt, hogy Faraday tehetséges. Épp ezért igyekezett olyan munkákkal megbízni, amik függetlenek voltak az ő kutatási területeitől, és amitől nem biztos, hogy sikeres eredményeket lehetett várni. Ennek ellenére Faraday ezeken a területeken is zseniálisat alkotott, kiváló optikai üvegeket gyártott, fölfedezte a benzolt bánaolaj lepárlásával, és aztán szép lassan, folyamatosan azokban a dolgokban is óriásit alkotott, ami Davy hagyatéka volt, tehát például az elektrolízis törvényeit nem Davy mondta ki, hanem Faraday. Gyakorlatilag én leszűkíteném, nincs arra idő, hogy sok mindennel foglalkoztassunk, leszűkíteném előbb-utóbb a gyertyával kapcsolatos előadására, és megnéznénk, hogy vajon Faraday korában, vagy Faraday előtt, hol tarthatott a tudomány, és mit adott hozzá Faraday az egész játékhoz. Tessék meggondolni, tulajdonképpen a kémia legfontosabb fogalmai és törvényei föl voltak fedezve, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy kész kémiai rendszer állt föl. Mit lehet ehhez tenni Faraday korába? Hát gyakorlatilag azt, hogy az elektrokémiai kísérleteivel igazolta a vegyülési törvények érvényességét, és elektrokémiai módon is megfogalmazta őket. Bocsánat, én inkább mennék tovább, és azt mondanánk, hogy mit lehetett tudni? Kezdetben azt lehetett tudni, hogy a tűz világít és meleg, aztán azt is lehetett tudni, hogy az anyag folyamatosan megváltozik. Nagyon sokáig az anyag megváltoztatásának egyetlen módja volt az égetés, és egészen Van Helmontig kellett várni, tessék megnézni a 1600-as évek, amikor valaki végre kimondja, hogy a tűz nem őselem, hanem egy jelenség. Ez nagyon fontos, mert ettől a kezdve egészen másképp kell a tűzre nézni, és akkor elindul a fölfedezések sorozata, hogy vajon mi az alapja az éghetőségnek, az égés feltételeinek. Mindenki tudja, nem ismételném nagyon, hogy éghető anyag, és tápláló közeg, és gyakorlatilag gyulladási hőmérséklet az aktiválást jelenti. Fantasztikus kísérletek voltak, és ez a fantasztikus kísérlethez rendet rakunk. Nagyon egyszerű dolgok tartoznak. Olyan egyszerű dolog, hogy vízzárral fednek le, bocsánat, búrával fednek le egy égő gyertyát, elfelejtettem meggyújtani, és gyakorlatilag a vízzár segít elemezni, hogy mi történik. Közben előkészítem a későbbiekben szükséges gyertyákat. A
amikor már úgy gondolom, hogy egészen jól ég, talán ez már nem fog elaludni, lefedjük, és nagyon egyszerű jelenség történik, mindenki ismeri vagy tudja. Egyetlen dologra hívnám fel a figyelmet, a hétköznapi napi nyelv mindig azt mondja, hogy beszívja a vizet, véleményem szerint ez nagyon rossz kifejezés, el kéne már felejteni, gyakorlatilag azzal, hogy bent, hogy mondjuk az oxigén, és kondenzál a víz, a kettő együttesen oda vezet, hogy a belső nyomás kisebbé válik, mint a külső nyomás, és a külső nyomás préseli be a vizet. A kísérlet lényege viszont most az, hogy az égéshez nincs mese, oxigénre van szükség, oxigén kell. Megvolt, élőben is megvolt, és akkor azt lehet mondani, hogy ha az oxigén kell, akkor az oxigénben való égést is meg kell néznünk. A kémcső vörös foszfor tartalmaz. A lombik pedig oxigént, a vörös foszfort hevítem, és tulajdonképpen a kémcső aján el is kezd majd égni halvány lángocskával, és ez azért jó, mert majd lehet látni, hogy valami nem jó. Hát sajnálom, itt az oxigén mégsem volt az igazi. Jó, akkor egy pillanat türelmet, mondtam, hogy nem igazán szeretném a kudarcot. Reményeim szerint meg tudjuk ismételni. Valami rossz történt a töltéskor. Hát, ha most jobb lesz, majd mindenki kitalálhatja, hogy mit öntöttem bele. Újra melegítjük. És azért most egy fokkal jobb. Nem mertem túl sokat önteni, cseppfolyós oxigén volt, amit beleöntöttem, és azért ez most látszik, hogy ha nem is nem szorítottak az összes gáz, tehát azért nem tiszta oxigén van bent, de azért látszik, hogy az égés intenzív. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy az égéshez oxigén kell, és oxigén jelenlétében hevesebb az égés. Most egyetlen gond volt, hogy rájöttek arra, hogy bizonyos anyagok légüres térben is hajlandók égni. Én légüres teret nem tudok csinálni, de meg tudom csinálni, hogy széndioksziddal megtöltjük a lombikot. Ehhez elég néhány szemcse. Ellenőrizzük, hogy vajon megtelt-e széndioksziddal a lombik. Igen, széndioksziddal megtelt a lombik. És akkor most megnézzük, hogy a lőpor széndioksid gáz alatt, levegőtől elzárt térben tud-e égni.
inkább a biztonságra törekednék egy kicsit. Tehát gyakorlatilag elkezdem hevíteni. Gyakorlatilag lehet látni, hogy nem kell hozzá oxigén, hiszen a lőpor esetében a kálium-nitrát bomlásakor oxigén fejlődik, és gyakorlatilag ez a fejlődő oxigén képes az égést fenntartani. Hát ezért kell a lőpor. A másik kísérlet, amihez kapcsolódna, az nagyon fontos, hogy gyakorlatilag azt mondjuk, hogy a széndioxid, az előbb már láttuk, nem éghető anyag, és nem is táplálja az égést. De azért itt megint csak például Mici Mackóban a tigris jut eszembe, hogy kivéve széndioxid egyszer, és előkészítjük már is a másodikat. Szilárd száraz jég. Kell egy gyújtózsinór. Megtisztítjuk. Fölpúpozzuk. Eddig megvan. Az a baj, hogy egy kis száraz még ebbe kell. Így most már tökéletes lesz. Akkor mielőtt ahhoz kezdenénk, ezt a reakciót még így csináljuk. Nagyon egyszerű kísérlet. A magnézium szalagot széndioxidban égetjük, és a fekete folt érzékelteti azt, hogy a magnézium ezt jobban szereti az oxigént, elvonja az oxigént gyakorlatilag a széndioxidból, és a fekete foltocskaként megjelenik az elemi szén. Gyakorlatilag ugyanez a folyamat játszódik le szilárd száraz jéggel. Az óriási különbség természetesen az, hogy ennek a hőmérséklete mínusz 70 fok környékén van, és hogyha mínusz 70 környékén létezik-e egyáltalán égés? Én úgy gondolom, hogy mindenki rájön, hogy persze, hogy kell, hogy létezzen, hiszen a száraz ég a szublimál, és hogyha száraz ég szublimál, akkor ott egy gázpárna keletkezik, és gyakorlatilag a kísérlet az ugyanaz lesz, mint az előbb volt. És kell egy kevéske káliumnitrát gyújtókeveréknek. Na most, hogyha véletlenül én fölcseréltem az anyagokat, akkor bocsánat. Már kezdtem megijedni, egy kicsit olyan furcsa színe volt ennek a magnézium pornak, féltem, hogy jót port szóltam oda, de hála Istennek nem, és gyakorlatilag látszik, hogy a reakció lejátszódik, és itt is a fekete szemcsék ugyanúgy keletkeznek a felszínen, érzékeltetik, hogy elemi szén keletkezik. Akkor most már egész nap ott vagyunk, hogy oxigénben mégiscsak ég, a szén az oxigént el tudja vonni egy anyag, akkor a következő lépés mindenképpen az, hogy meg kell magyaráznunk, hogy az oxigén miért szeret ennyire oxidálni, mitől ilyen reakcióképes. Vagy
mitől nem annyira reakcióképes. Hiszen normális körülmények között az oxigén szép lassan el van, az anyagokat nem veszélyezteti, kivéve egy-két fémet, ami oxidálódik, de azok is lassan, például a vas korróziója. De azért a lényeg, hogy nagyon sok anyaggal békésen viselkedik, és ez a békés viselkedés, ezt meg kéne magyaráznunk, hogy miért történik. De mielőtt megmagyaráznánk, ajaj, a vizes kezem odaragad a hideghez. Az előbb már mondtam, cseppfolyós oxigént állítottam elő. Ezt a cseppfolyós oxigént fogjuk hasznosítani más módon, és kell hozzá, egy pillanat, kell hozzá, hol van, megvan, a neodímium mágnes. És a következő egyszerű kísérletet szeretném érzékeltetni. Gyönyörű, halványkék színű a cseppfolyós oxigén. És hogyha ezt egy dróttal felakasztjuk a kémcsövet, akkor valami izgalmas dolog történik. A neodímium mágnes a cseppfolyós oxigént vonza. Ez azért van, mert az oxigénnek két párosítatlan elektronja van. Gyakorlatilag nem olyan a szerkezete, mint ami általában az iskolában föl szoktak rajzolni, hogy két oxigén atom, ez a kréta, nem kréta, és nem kötő elektronpárjaik vannak, és kettős kötés. Ez igazából egy olyan oxigén, ami nem alapállapotban van. Az számunkra fontos oxigén az alapállapotban az olyan, mintha nitrogén lenne, nem kötő elektronpárokkal, és mind a két atomon egy-egy párosítatlan elektron van, és mivel a párosítatlan elektronok saját mágnesességgel rendelkeznek, ezért a saját mágnesességnek megfelelően a molekula mágneses sajátságot hordoz, és ha a molekuláris mágnesességet paramágnesességnek nevezik, és gyakorlatilag ki tudtuk mutatni, hogy ez a paramágneses jelenség. Na most, ez pedig azt jelenti, hogy ezek az elektronok azért elég magas energiaszinten vannak. Ide egy másik anyagról elektronokat adni a nagy elektronegativitási oxigénnek nem olyan könnyű. Ez magyarázza meg azt, hogy az oxigén nem szeret olyan könnyen reagálni, aktiválni kell a folyamatot, de az aktiválás során azonban abban a pillanatban gyökös reakciókra, úgynevezett láncreakciókra képes, és a láncreakciónak természetesen megint csak az a következménye, hogy nagyon nagy sebességgel játszódik le. Hát sajnálom, kicsit már a hidrogén elfáradt, de a láncreakció ettől még működik tökéletesen. Akkor az oxigén reakcióképességgel is megvagyunk. És mehetünk tovább. Gyakorlatilag a fő előadás, ami nagyon sikeres volt, és Faraday nagyon is szerette, az a gyertya égéséről szól, és én átfordítom egy kicsit a szöveget. Nem csak azt kérdezem meg, hogy miről mesél a gyertyalángja, hanem egyenesen azt kérdezném meg, hogy lélegzik-e a gyertya? Faraday mondata zseniális. Azt mondja, hogy alig tudom az alkalmazkodás szebb példáját elképzelni. A legjobb eredmény kedvéért a gyertya minden egyes része szolgálatra kész társa a másiknak. Zseniális ez a mondat. Hiszen tessék meggondolni, nem arra gondol, hogy a gyertyában van kanóc, meg gyertyatest. Nem ez a lényeg, hanem a lényeg tulajdonképpen Faraday számára azok a folyamatok, amik a gyertya égése során játszódnak le. Kellenek a gyertyáim.
Ez sem kell már. Mehetünk. Azt mondja, hogy az első lépés, hogy a testnek föl kell melegedni, aztán megolvad. És a megolvadáshoz nagyon fontos, hogy sem a szilárd, sem a folyadék nem nagyon szeret önmagától égni, és gyakorlatilag sem a szilárd, sem a folyadék nem szokott fölrobbanni. Ahhoz, hogy ilyen folyamat lejátszódjon, ahhoz gázfázisba kell kerülni, hogy valóban lejátszódhasson a láncreakció, ami lobbanáshoz vezet. Gyakorlatilag a Csonka János és a Bánki Dónát által föltalált és kifejlesztett porlasztót szeretném érzékeltetni. Tulajdonképpen ez a porlasztás már volt a felhőképződés imitálása során is, csak hidegen, most pedig megpróbáljuk melegen is elvégezni. A meleggel történő játék az azt jelenti, hogy te a mécses viaszát próbálom itt melengetni. Egészen addig melengetem, amíg már tulajdonképpen a párolgás forrásán emi alakul, és azok a gőzök már maguktól meg tudnának gyulladni. De ha meg is gyulladnának, akkor csak enyhe lánggal égnének. És miután már kezd eléggé füstölni, vizet fogok befecskendezni a fölforrósodott olvadékba. És látható, hogy miért veszélyes otthon lángoló olajat vízzel oltani. Szóval a lényeg az, hogy porlasztja a folyadékot, és a porlasztásnak az a következménye, hogy a sok icipici elporlasztott cseppecske a levegővel éghető keveréket alkot. Gyakorlatilag ennek a folyadéknak föl kell szívódni a kanócon, hajszálcsövesség elvén. Mindenki tudja, a folytatás petróleum lámpa, és tulajdonképpen ezzel a számmal szerettem volna egyúttal megemlékezni Kóbor Jánosról. Elpárolgás már megvolt, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a hőmozgás ebben az esetben most már legyőzte a másodlagos kötőerőket, mindenki fölfele jön, és ennek az a következménye, hogy nem tudom, hogy ez mennyire látszik a kivetítve. De talán én mintha úgy látnám, hogy itt színek jelennek meg. Ha ott színek jelennek meg, ez valami olyasmit jelent, hogy ott interferencia játszódik le, ez azt pedig próbálja érzékeltetni, hogy ezek a parányi parafin részecskék mennyire picik, hiszen ezeknek olyan piciknek kell lenni, hogy összemérhetők a fény hullámhosszával ahhoz, hogy interferencia leesték következzen be. Hát ezt megpróbáljuk érzékeltetni több kísérleten, legalábbis az egyikkel, ha sikerül. Reményeim szerint, pillanat, hosszabb gyufa. Tehát három közül egy biztos sikerül, legalábbis bízom benne. Nem volt elég jó. Ez egy fokkal jobb volt. Az a baj, hogy légmozgás van bent, itt csak ilyen 5 centire tudom meg elvinni, de egy szélcsendes szobában akár 15 centire lehet kísérletezni. Karácsonykor úgy gondolom, ez is elaludt. Karácsonykor ez szerintem látványos játék a család számára. Tehát az a füst, amit mi füstnek nevezünk, az tulajdonképpen nem füst. És a magból tulajdonképpen ez ki is vezethető.
a láng magjából, ha kivezetjük, akkor a parányi lángocska ott ég. Tehát ez nem füst, hanem parafin nanokristályok. Na. Mindig elmozdul, de most igyekszem megtartani. Tehát, tessék megmondani, hogy ezután a parafin elkezd bomlani. A bomlást nagyon egyszerű kimutatni, mert hogyha hideg felületet teszünk a gyertyalángjába, akkor nem csak azok a koromszemcsék jelennek meg, ami korábban a magnéziumtól képződtek, hanem a gyertyalángjától származó korom is kiül az alján. Ez pedig érzékelteti azt, hogy bent az égés nem tökéletes. Tulajdonképpen szénláncok töredeznek, a hidrogének azok már valószínű vízzé égnek el, de a szén égéséhez nincs elegendő oxigén, ezért gyakorlatilag az a világító láng, ami látszik, az az izzó szénszemcséknek a világítása. Hiszen tessék meggondolni, egyszer csak, ha már elég magas a hőmérséklet, akkor a belső szabadsági fokok is elkezdenek dolgozni, és ennek az a következménye, hogy a korábban normál vasdrót szépen izzásba jön, hiszen az elektronok gerjesztődnek, és abban a pillanatban, hogyha elég nagy az energiájuk, akkor már akkor energiakülönbségek jelennek meg a fémen belül, hogy visszapottyanva narancssárga, vöröses sárga fotonokat bocsájt ki. Szóval a lényeg a következő, hogy annyi minden történt már eddig a gyertya esetében, de még mindig nem ég. Ahhoz, hogy égjen, ahhoz gyakorlatilag az kell, hogy a láng szélére kijutott anyag most már gazdag oxigénnel találkozzon, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy bekövetkezik az oxidáció. Ennek a következménye viszont természetesen majd az energiaeloszlás. Most bocsánat, itt valami kimaradt. Ha nem maradt ki, akkor de, ott van, jól van. Azt a folyamatot, amit a pásztázással például ki tudunk mutatni, hogy egy gyufa fejével először megpróbáljuk oldalról, ez 1-2 milliméternyi távolság lehet, és ez a távolság gyakorlatilag a gyertyának a nem világító szegélye. Ott van a legmelegebb, akár 1000 Celsius fokos hőmérséklet. Ha felülről nézzük, akkor látványos a különbség, mert minimum 2 centi, hanem 3 centi ez a távolság. Ez pedig azt meg lehetne kérdezni, hogy miért van ez. Hát természetesen nagyon egyszerű a magyarázat, már Archimedész tudta, hogy a kisebb sűrűségű gázok azok fölfelé távoznak, és ennek óriási a következménye. A forró égéstermék gázoknak a távozását játékosan nevezhetnénk kilégzésnek, hiszen azokat a gázokat, amik keletkeznek, azokat a gyertya, mintha kifújná. És természetesen a távozó gáz helyére a nyitott rendszerben azonnal hideg levegő, oxigéndús levegő tud érkezni, és ezt meg lehetne belégzésnek nevezni. Ha nem így, hanem tudományosan fogalmazzuk meg, akkor azt lehet mondani, hogy a gyertya keringésbe hozza a környezetében lévő levegőt, és ez a keringésbe hozás fogja táplálni az egész folyamatot. Gyakorlatilag a fölfele menő légáramlat működésbe hozta az adventi kis játékforgót.
Ezt már elmondtuk, és akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a gyertya lángja attól ilyen, hogy tessék meggondolni, hogy a gyertya egy hideg levegőfalú csőben próbál vándorolni. Próbálom ezt egy másik kísérlettel is érzékeltetni. Régi játék, ez a fizikája izgalma. Azt, hogy most itt mi történik, azért mindenki sejti. Ahhoz, hogy hallható legyen, kicsit állítom. Tessék meggondolni, gyakorlatilag rendezetlen hőmozgást végez a levegő minden molekulája össze-vissza. Viszont ebben az irányba kap egy plusz sebességet, ami fölfele áramlást jelent, és ez a fölfele áramlás tulajdonképpen nevezhető szélnyomásnak. Viszont a többi helyről, ahol hideg a levegő, ott a rendezett hőmozgás minden irányú, ezért tulajdonképpen egy hideg levegőfalú cső próbálja a pályán tartani a pingpong labdát. És akkor a tapasztalat, a fölemelés, az áramlás, a pályántartás, a rendezetlen hőmozgás. Tehát gyakorlatilag a két mozgástípust egy ilyen egyszerű kísérleten keresztül végig lehetett mutatni. Ugorhatunk. Meg lehetne kérdezni, hogy miért hát már elmondtam az előbb tulajdonképpen, ez az exipartíció törvénye, hogy a részecskék minden irányban azonos erővel lögdösődnek a lufi falához, és ennek az a következménye, hogy ennek szigorúan gömszerűnek kell lenni. Semmilyen irányban nem látunk kidudorodásokat, kivéve, hogyha reakcióba hozzuk. Egészen másképp ég az űrben a gyertya, tessék meggondolni, ott nincs felhajtó erő, nincs áramlás, ezért csak diffúzióval tudnak közlekedni az égéstermék molekulák is, és az oxigén molekula is, és egy gyönyörű szimmetrikus gömbalakzat alakul ki, amit csak a gyertya teste torzít el. És akkor most már talán minden lehet látni, hogy onnantól kezdve a friss levegő érkezik, a sok pici lépés körfolyamattá szerveződik, és azt lehet mondani, hogy egymás segítik. Van még mindig egy zavarba ejtő kérdés, hogy ha a hő fölfelé száll, akkor miért olvad meg a parafin a láng alatt? Talán mindenki sejti, vagy nagyon egyszerű a magyarázat. Mindenki tanulhatta már általános iskolába, hogy a hő háromféleképpen közlekedik. Lehet vezetéssel, lehet áramlással, és a harmadik a hő sugárzás formájában, és hogyha egy ilyen infrahőmérővel végigpásztázzuk a hosszú gyertyát, akkor azt lehet mondani, talán eltetszenek hinni, alul 22 fok, tehát a teremben kb. 22 fokos hőmérséklet lehet, kicsit feljebb menve 20 valamennyi. Nem tudom, hogy a kamera látná-e vagy nem, de megpróbálom. 22, 23, 23, 25, 27, már 30, 34, most az a baj, hogy nekem az olvadékot kell mérni, de majd megpróbálom, hát ha rögzíti a hőmérsékletet. 71 fok. Tehát gyakorlatilag a pásztázásra végig lehet menni, és lehet látni, hogy az infravörös sugárzás fogja megolvasztani a gyertyatestet, és ez nagyon fontos, hiszen tessék meggondolni, azt lehet mondani, hogy az energia, mint gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a sugárzás minden irányba terjed, és ennek az a következménye, hogy kétféle visszacsatolás van. A rendezetlen hőmozgás által történő visszacsatolás, ami Boltzmann neve, és az infravörös sugárzással, ami Planck nevéhez fűződik, gyakorlatilag az oxigén utánpótlás, az áramlást hozza a belégzést,
és a parafin utánpótlást a hősugárzás biztosítja. És akkor talán most lehetne érezni, hogy az elemi folyamatok valóban hogy épülnek egymásra, ahogy ezt Faraday mondta, minden lépés segítő társa a másiknak, kétszeres körfolyamat játszódik le. Faraday esetében azt lehet mondani, hogy az elemi lépések föltérképezése már az ő kezdete, ezért talán azt is lehet mondani, hogy elindítja a reakció kinetika gondolatait, jó, nem olyan mértékig, mint manapság természetesen, de mindenképpen a törekvés, hogy az elemi lépések föltárása és egymás segítő, egymásra épülésének kimondása óriási fontosságú volt. A legjobb eredmény kedvéért szolgálatra kész társa a másiknak minden elemi lépés. A Royal Institutionben Faraday szobra, néhány képet szeretnék mutatni a szobájáról, amit gyakorlatilag múzeumként lehet látogatni, és akkor a legfontosabb felfedezéseket itt megemlíteném. Az is izgalmas például, hogy ő cseppfolyósította először a klórt nyomás alatt, aztán benzolt mondtam, hogy őnek is sikerült először előállítani, és itt van 1832-ben az Oxford University tiszteletbeli doktorává fogadja, és 1862-ben a Cambridge University szintén tiszteletbeli doktorává fogadja, miközben soha nem végzett egyetemet. Közben 1833-ban ott volt egy pillanatra, még a visszakérném szépen, 1833-ban Fullerian professzornak nevezik ki a Royal Institutionben, tehát ez a legmagasabb cím volt ebben a korban a Royal Institutionben. Gyakorlatilag a kor kedvence volt, az előadásait nagyon szerették hallgatni, még nem csak a polgárság, hanem az arisztokrácia is. Azt kell mondani, hogy Albert herceg rendszeresen járt az előadásra, és javaslatára Viktória lovaggá kívánta ütni Faradayt. Faraday azt mondta, hogy világéletemben egyszerű ember voltam, a lovagi címet nem kérem, de a vele járó lakosztályt azt elfogadom. Gyakorlatilag a királyi lakosztályokból a szolgálatukért jutalmul lakásokat adtak, és így jutott Faraday is egy ilyenhez. Mi a tanulsága a körfolyamatnak? Néhány kísérletet még, ha van kedvük. Azt lehet mondani, hogy minden exotem lépés hasonlóképpen játszódik le, mint a gyertya égése. Vannak az úgynevezett megelőző lépések, aztán van a lényeg az van az elektron átrendeződés, ami a lényeg, és vannak a követő lépések. Most, hogyha egy picit elemezzük, akkor a megelőző lépések vannak, hogy a részecskék közelednek egymáshoz, aztán kölcsönhatnak egymáshoz, és itt van a legfontosabb, hogy aktiválás, ha nem történik semmi, akkor mennek szanaszét. De ha az aktiválás energia elegendő, akkor lejátszódik az reakció, és utána természetesen a követő lépésben bekövetkezik az energiafelszabadulás és az energiáloszlás. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az összes exotem folyamat erre az egyszerű sémára épül, és ezt az egyszerű sémát próbálom érzékeltetni egy nagyon egyszerű kísérlettel. Összetört gyufaszálakat hevítek, és az összetört gyufaszálak, hát sajnálom, én itt most látványos kísérletet akartam csinálni, ezért nem egy kis kémcsövet hoztam, egy nagyot. A nagy kémcső kicsit lassabban fog megtelni, de igyekszem gyorsítani az egész folyamatot, ha a kémcső bírja. Látszik, hogy itt már mindenféle gázok távoznak. Az is látszik, hogy ez olyan kollégy jellegű, mert füst jellegű. De a legfontosabb az lenne, hogy látható, hogy éghető. És ha elegendő gáz fog fejlődni, akkor nem csak visszaég, hanem talán az a baj, hogy még mindig sok víz van benne, ezért ég el. Még egy pici kísérletet próbálok. A lényeg viszont az, hogy látszik, hogy bent már vörös izzás van,
de a vörös ízás ellenére belül nincs égés. Nem lehet bent égés, hiszen tessék meggondolni, a fejlődő gáz kiszorítja a levegőt, kiszorítja az oxigént, ennek megfelelően gyakorlatilag ketté választottuk azokat a folyamatokat, amik normális körülmények között egy helyen játszódnak le. Mi a hasonlóság a látott kísérlet és egy gyufaszál égése között? Itt a felszabaduló energia azonnal elkezdi lepárolni a gyufaszálat, és a fejlődő gázok lánként kezdenek elégni. Ebben az esetben viszont az energiaigényes lépést és az égést ketté választottuk térben. Ugyanúgy fa van benne, ugyanúgy termikus kölcsönhatás játszódik le. Lehet-e más ok a gyufaszál égése és a bemutatott kísérlet között? Gyakorlatilag ugyanez játszódik le, csak térben és időben egy helyen, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha talán mindenki számára izgalmas lehet a karácsony, hogy ugyanez játszódik le a csillagszóró égés esetében is, csak ebben az esetben nem lángol, hanem gyakorlatilag megy előre a reakció, előmelegíti a következő szakaszt, elindítja az oxidálószer termikus bomlását, oxigén fejlődik, aminek a jelenlétében már a fém kristálykák, magnézium vagy alumínium vagy vas részecskék, reszelékek elégnek és gyönyörűen szikrázik. Azt lehet mondani, hogy szinte unalmasan minden exotem reakció hasonlóképpen játszódik le, és azt kell ezen érteni, hogy a folyamatok félelmetesen hasonlóak, de mégis különböznek valamiben, hiszen itt láng volt, itt cikrázás van. Egy pillanat. Így. És az az igazság, hogy itt elég hideg van. Ezt gyakorlatilag ezek a palackok érzik, és nem biztos, hogy jól fog sikerülni a kísérlet, mert összelapultak, és ez az összelapulás érzékelteti, hogy alacsony a hőmérséklet nekik, de szeretném érzékeltetni, hogy itt is az történik, ha meggyújtom majd, hogy szép lassan a lángnak lefele kell terjedni a palacban, megnézzük, hát ha hajlandó, ha nem, akkor majd melegítek rajta. Lehetett látni, hogy a láncfront gyönyörűen halad lefelé, nem egyszerre ég el, hanem mindig a visszacsatolás az tökéletesen működik. Az újabb szakaszt gyújt be, és úgy ég el. Bár azt szokták mondani, hogy jól sikerült kísérletet ne ismételj meg. Megnézzük, hogy különbözőképpen összerakottak, azért valóban azonos módon fognak-e működni. Nagyjából azonos módon működtek. És ugyanez, ha egy picit más körülmények között van, akkor talán másképp játszódik le, hiszen tessék meggondolni. Itt metilalkohol levegővel volt, és 10 csepp vízzel. Azaz azt jelenti, hogy vizes alkohol volt, ez nem tud annyira jól égni. De, hogyha más körülmények között végezzük el, tiszta oxigénben van a metalol, akkor gyakorlatilag az következik be, hogy a molekuláknak nem kell keresgélni egymást, a metilalkohol és az oxigén molekula könnyen megtalálja egymást, és ekkor egészen másképp játszódnak le a folyamatok, reményeim szerint, majd meglátjuk. Ekkor már láncreakció van, és a láncreakció gyakorlatilag így csak érzékelteti azt, hogy rakéta ellen működik. Hát itt ezt már átléptük, elmondtam szóban. A gyufaszálnál elmondtam, hogy itt előkészíti
és gyakorlatilag a saját energiája bontja a szállt, fát és termikus bomlás következik be. A csillagszórót is elmondtam szóban, hogy a reakciózóna melegíti előre szép lassan a bomlásnak indítja az oxidálószert, és azt lehet mondani, hogy az összes reakció így működik, teljesen mindegy, hogy egy Forma 1-es autó belső motorterében, vagy a leggyorsabb katonai repülőgépek hajtóművében. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy itt is egy fantasztikus visszacsatolás játszódik le, és ennek a visszacsatolásnak az az érdekessége, egy mérnöki találmány, hogy a turbina és a kompresszor azonos tengelyen van, és a kémiai reakció az ég is ugyanazt a tengelyt hajtja meg, az egyik továbbítja a friss levegőt, a másik pedig gyakorlatilag az égéstermékek által forgásba hozza az egész rendszert. És akkor tulajdonképpen a karácsonyi hangulatra szeretnék egy picit még kitérni. Nagyon sok irodalmi mű született a karácsonnyal kapcsolatban. Tessék szerint végig gondolni a karácsonyi énektől kezdve. Én az idén a karácsony titkos történetét szeretném egy pillanatra megidézni, a Klaus című rajzfilmet. A lényeg a következő, talán aki látta, azok tudják, miről szól, aki nem, ajánlom, hogy nézzék meg. Tanúságos. Egy kis városka lakossága, talán történelmi okok miatt gyakorlatilag két táborra szakadt. Azt lehet mondani, hogy ellenségesen éltek egymással, és gyakorlatilag úgy próbálták ezt az állapotot fönntartani, hogy a gyermekeiket is úgy nevelték, távol tartották egymástól, sőt, gyakorlatilag a gyermekek nem voltak boldogak, mert még játszani sem lehetett. Az egyik felelős vezető úgy fogalmazta meg, hogy ez az ország a haragra és a gyűlöletre épült. Majd csak jön egy generáció, akitől ez nem így marad. Bocsánat, vissza, egy pillanat. Annyira sok rossz, annyira sok irányból támad bennünket, hogy a karácsony után szükség lesz ember voltunk fenntartására. Ebben a reményben szeretnék mindenkinek boldog karácsonyt és nagyon sikeres új esztendőt kívánni. Kedves Róka tanár úr, a Kémia Intézet nevében is szeretném megköszönni az ez évi Faraday karácsonyt, és most ott még biztos jobb, ha hátra megyek, ugye megint? Száraz jéges fürdőt kapunk. Kedves nézőink, nem tudom, kiben milyen kérdés merült fel, ezeket lehet, hogy azt kérném, hogy majd itt négy szem közt tegyék föl a tanár úrnak. A Kémiai Intézet nevében nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek és vállalták azt, hogy helyszínen is itt vannak, remélem, hogy sokan online is meg fogják nézni az előadást. Ebben az évben, ha jól tudom, az Atom Chill is már nem tart több előadást, tehát ennek megfelelően január
és nem is a legelején, mert az első hetet azt ki szoktuk hagyni, akkor kezdődnek először, ha jól emlékszem, a fizikusok tán, és utána mi következünk. A témák azok folytatódnak, hogy milyen körülmények között azt nem tudom, nem vagyok benne biztos, hogy januárban engedélyezve lesz az, hogy bejöhessenek az egyetemre, mert a vizsgaidőszakot nekünk megkérték, hogy teljesen online intézzük. És hát tulajdonképpen én is azt tudom mondani, hogy mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, így Róka tanár úr utolsó dolga. Tanár úr, még valamit durrancsál föl, búcsúzóul.